A biofizika azért nem volt természetes az induláskor, hiszen a nyiradonyi iskola évek után a középiskola Debrecenben már a kémiai országos tanulmányi verseny indította, ahol ugye második helyzetként a vegyészet felé vitt egyenesen az út, ami után azonban, annak ellenére, hogy Debrecenben a vegyészet és a kémiai tudományok nagyon erősek, és voltak is azokban az években, és továbbra is azok, ő inkább a Orvostudományi Egyetem biofizikai intézetéhez csatlakozott, amely egy nagyon kompetitív környezet volt azokban az években, amikor ő 76-ban végzett. És hát technológiai értelemben is egy frontvonalbeli intézet, ahol minden technika nagyon hamar megjelent, az első fax, a pásztázó mikroszkópia, vagy a lézerszkenning, citometria, és hát folytathatnám a sort, beleértve a jelenlegi igen jelentős pályázatokat, amelyek úgy tűnik, hogy sikeresek, és továbbra is az intézet élvonalában tud maradni azoknak a modern élettudományi képalkotó technikáknak, amelyek nélkül nem tudnánk előre haladni. A szakmai életpálya, ahogy a cím is jelzi, két szakaszra osztható, és erről nyilván János beszélni fog részletesen is. Ugye az első időszakot egy olyan háromszög testesíti meg, amely a Debrecen, Göttingen és San Francisco, így a személyeket is könnyű ezzel azonosítani, ugye Damjanovics Sándor, Tom Jobin és ugye Mac Fulweiler, akiknek a környezetében alakult ki az a szemlélet, amelyet ugye ennek alkotásában egyik meghatározó résztvevője volt Szőlősi János, hogy embránban a fehérjék nem randomszerűen, véletlenszerűen, hanem asszociálva agregátumokat képezve, dinamikus jelátviteli struktúrákat képeznek, és ez az, ami területhez kötődő, az ő kandidátus értekezése, amely 85-ben, ez a 92-ben a MTA doktori cím megszerzése is kapcsolódik. Ugye ez a Singer-Nicholson modellnek egyfajta átértékelését is jelentette ennek az időszaknak az összefoglaló eredménye. A második korszak, amely szintén a címben látszik, előtt tegyek egy kis kitérőt. Általában az ilyen székfoglalókkal, és máskor is el szoktuk mondani, sokan vagyunk ezzel így, hogy a családi környezet, a feleség és az a háttér, amit nyújt, azok nagyon meghatározóak és nagyon fontosak egy sikeres karrierben. János felesége, ugye Balázs Margit kezdetektől ugye ugyanabban az internetben dolgozott, azonban 90-es évek elején ő kapott ugye meghívást újra ebbe a San Francisco intézetbe. János elkísérte, ugye mondjuk egy guest gentleman, ugye így is lehet a guest ladies analógiára mondani. Azonban bekapcsolódott az ottani kutatási munkákban, és ebből nem csak egy Cancer Research cikk született, amely azóta sokat idéznek, hanem egy olyan kutatási vonulat, amely Jánost a emlőtumorok, azok karakterizása, sejtfelszínfejé karakterizása vezetett, és hát erről sokat fog természetesen beszélni. Úgyhogy de csak alá szeretném húzni, milyen fontos ember életében a megfelelő párválasztás. A János szakmai munkásságát a sziometria adatok és szájtometria adatok is jól jelzik. Ugye a 150 körüli közlemény, a 4500 idézettség, 44-es hírsindex. De ettől sokkal több az a hatás, amit egy ilyen nagy munkásság gyakorolni tud a környezetére. Ugye 10 PhD értekezés, 2 nagy doktor tanítvány, és az a pályázati sorozat, amelyet az FP, azt hiszem már 5-től kezdve, FP6, FP7-ben egy olyan nemzetközi networköt alakított ki, vagy abban vett részt, amely éppen az emlőtumorok, az ERB család, fehérje család és ehhez kapcsolódó kutatásokat koordinálta, és nagyon sikeres, mint egy példája is volt azoknak az európai pályázati rendszereknek, amelyek ugye jelenleg is folytatódnak. És hát az a hatás, az megjelent ugye a hazai tudományos életben sok szempontból, ahogy a biofizikai társaság keretében ugye a sejtonikai szekció megalakult, az ő kezdeményezésére, ezek a konferenciák, amelyek már 8-szor ismétlődtek azóta, és még mind idáig tartanak, egy nagyon fontos műhelyé alakultak
ennek a területnek meghatározó, megkövetlen rendezvényei. És itt egy világkongresszus is beírható a sorba, hiszen van ennek egy nemzetközi szervezet, amit az ISAC, amiben János szintén jelentős szerepet töltött be, annak a világkongresszusa idejött 2008-ban. És ez a hatás megjelenik az oktatásban, hiszen joggal büszke ő is, és a többi szárszerkesztő arra a biofizika tankönyvre, amely angol és német nyelven is megjelenik magyar mellett, és egyik meghatározó oktatási eszköze a Magyarországon zajló biofizikai oktatásoknak. Ez ugye hozzááll INCERT igazgatóként is, és ugye MTS Sejbőgő és jelátviteli távolkutató csoport vezetésével is. A kitüntetések is elérték őt, már 89-ben az akadémiai díjat kapott a csoport tagjaival, aztán Distinguished Service Award az ISAC-ben, de leginkább az utóbbi időben teljesedtek ezek ki. Apáczai Csere János díj, Ipoly András díj, Jönt István díj a közvetlen közelmúltban. És hát a 2016-os év hozta el azt a megtiszteletést, amely azt gondolom, hogy a Magyarországon elérhető egyik legrangosabb elismerés a akadémia tagjával történő, levező taggá történő választás. Ez a 2016-os év úgy gondolom, hogy az egész család életében kiemelt jelentőségű, hiszen köztudott talán, hogy nem csak a feleség Balázs Margit, hanem a két fia is a tudományos élet nem könnyű, göröngyös útjára lépett, és közülük az egyik ugye elnyerte az IRC a grantjét ebben az évben, és hát ahogy én tudom, sok egyéb pozitív dolog is történt, úgyhogy 2016 aranybetűkkel lesz valószínűleg beírva a családi történelem könyvben. Látszik itt valami epigenetikai kutatási téma is adódhat, hogy így, hogy ritka az, amikor így folytatódik a kutatói véna, vagy a kutatói pályafutás, az elkötelezettség egy családon belül. Mindezek után nincs más dolgom, mint hogy bejelentsem a előadást. A székfoglalás címét ott látjuk, és felkérem Szőrösi János, hogy tartsa meg a székfoglaló beszédet, előadást. Tisztelt osztályelnök úr, kedves vendégek! Az osztályelnök úr elég részesen ismertette az önéletrajzomat, úgyhogy nekem csak néhány dolgot kell időrendbe rakni, talán még túl sok jó is hangzott el, de az utolsó mondathoz azt kell csatlakoznom, lehet, hogy a 2016 év jó év lesz a mi családunk életében. Mielőtt elkezdődik a tudományos előadást, szeretném megköszönni azoknak a taktársoknak a jelölését, akik a bizalmat szavaztak nekem, és ők voltak azok, akik az akadémiai levelező tagságra javasoltak. Ugyanakkor köszönöm az osztály többi tagjának, akik megválasztottak engem, hiszen anélkül nem lehettem volna amúgy se levelező tag. Elnök úr már említette, hogy milyen tanárai, mentorai vannak, itt csak időjönben tenni, mert valóban a középiskolában Konya Józsefné, Klári néni, ő volt az a igazság szerint középiskoláig az életem legjobb tanárnője. Ő tudott inspirálni engem, megszeretette velem a kémiát, és elősegítette, hogy a tanulmányi verseny is jó szerepeljek. És ez befolyásolta azt, hogy utána én vegyészként végeztem a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen, és amikor végeztem, utána jutottam át a Biofizika Intézetbe, ahol Damjanovics Sándor csoportjához csatlakoztam, és ott is elkezdtünk kutatni, és olyan eredményeket értünk el, ott döntöttem el, hogy végemben én szeretem ezt a kutatást, én kutató akarok lenni. És veszem egy kicsit. Damjanovics Sándornak a kapcsolatai révén tudtam eljutni külföldre is, hiszen az ő kapcsolata volt Thomas Jamin Göttingenben, ahol én 82-83-ben egy évet tudtam tölteni. Azt kell mondani Göttingenről, hogy bár ez Németországban van, ez volt az a hely, ahol megtanultam angolul. Ugyanis a hivatalos nyelv a laborban az angol volt, méghozzá az amerikai angol, ugye amerikai vezette, és ott nagyon sok új technikával tudtam megismerkedni, úgyhogy sokat köszönhetek neki a Tom Jamin labornak is. Ugyanakkor, ugyancsak Damjanovics Sándor kapcsolata volt Meg Fuhweiler, aki az áramlási citométernek a szeparálási részét ő fedezte fel, és emiatt eléggé elismert volt, és ő neki volt kapcsolata
Tamjai Sándorral, és annak a grantjén belül tudtam először kijutni San Franciscóba 1985-ben. Akkor csak 4 hónapra, de innentől kezdve 85-től 2005-ig szinte minden évben voltam San Franciscóba, rövidebb, hosszabb ideig, igazából 2 hosszú idő volt, 88 és 90-ben 2,5 évig, illetve 93-94-ben 1,5 évig voltam kint, de akkor már a családommal. Ezután a térjük rá a munkámra, ahogy említettem, 1971-ben csatlakoztam a Biofizika Intézethez, és akkor csatlakoztam Damis professzor úrnak a munkacsoportjához. Ennek a munkahipotézise az volt, hogy a sejtfelszíni receptoroknak az eloszlása nem véletlenszerű, hanem genetikai meghatározott, és a receptor intázatnak a jelenlétében meghatározó jelentősége van. Ezt az elvet alkalmaztuk aztán több rendszerbe, tudományos pályautatásra 2 rendszeren alkalmaztam, egyrészt vizsgáltam az immunkompetens sejtek receptorainak szerveződését, jelátvitelét, és majd későbbiekben a daganatképzésben szerepet játszó receptoroknak a szerveződését és jelátvitelét. Ezen kérdéseknek a vizsgálatára modern módszereket, biofizikai, biológiai módszereket alkalmaztunk, modern mikroszkópiás módszereket, konfokális mikroszkóp, atomerő mikroszkóp, úgynevezett közeli mező pásztázó mikroszkóp, angol rövidítésre az ENSAM, korrelációs spektroszkópia. És nagyon gyakran használtuk úgynevezett Foerster rezonancia energiatranszfert, illetve molekuláris biológiai eszközöket, de biofizikából elindulva eljutottunk az in vivo modern rendszerekig is, ahol állatokat is használtunk, immundeficiens egerekbe öltöttünk be emberi tumorokat, és azokat kezeltünk, és azokat tudtuk vizsgálni, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a gyógyítási lehetőségeket. A módszer még egy diám. Kezdjük a FRET-tel, a Foerster rezonancia energiatranszfer. Ez arra jó, hogy a sejt felszínén, a sejtmembrán lévő fehérjék távolságviszonyait feltérképezze. Ilyenkor az történik, hogyha megjelölik az antitestet egy fluoreszcens festékkel, donor, ez a donor át tudja adni az energiát az akceptornak, amennyiben megfelelő közelségben van, 1-10 nanométeren belül, illetve a spektroszkópiai feltételek teljesülnek. Ezt a módszert többféleképpen is alkalmaztuk, itt vannak hivatkozások, és végénben minden paramétert kihasználtunk. Ennek az energiatranszfernek a következtében, ennek a fluoreszcens festéknek az intenzitása csökken, élettartama csökken, az akceptoré nő, a donornak a kiégési sebessége nő, ezt mind-mind fel lehet használni az úgynevezett FRET hatások meghatározására. Tehát nem csak használtuk, hanem végülis csak néhány dolgot soroltam, hogy hogyan lehet FRET-et meghatározni, áramlási és képalkotó citrometria segítségével van az arány, vagy ratio FRET, homo FRET, amikor anizotrópiát mérünk, a donor elhalványítás, az akceptor elhalványításos FRET, vagy a FRET érzékenyített akceptor elhalványítás, kétoldali FRET, ezt még említeni fogom, illetve legújabban az alacsony expresszió szinten jelzett sejteken használjuk ezt a maximum likelihood estimator FRET-et is, csak így említésképpen. Tehát ezekben mi aktívan is részt vettük, nem csak használtuk ezeket a módszereket. Végében ezekkel a módszerekkel felszerelve, ahogy említettem, immunkompetens sejtek receptorait és szervezését vizsgáltuk, ennek a jelátviteli folyamatait. Erről ez korábban történt, erről nem akarok túl sokat beszélni, erről csak egy példát akarok mutatni, de lehet látni, hogy ebből a témakörben is azért számos közleményünk jelent meg. Ez a példa, amit akarok mutatni, az arra, hogy a úgynevezett fő hisztokompatibilitási fehérjék, az az MHC1-2, ezeknek ilyen szervező szerepe van, ilyen kialakuló molekula szupercsoportok, szuperklasztereknek a létrejöttében. Itt az IL-2 receptor, illetve az IL-15 receptornak a szerveződését mutatjuk be, itt a megfelelő körülmények között. Ezután akkor arról a témáról, amikor a daganatképzésben szerepet játszó receptoroknak a szerveződését vizsgáltuk, arról is számos közlemény jelent meg. Ez az, amit önállóan kezdtem a munkacsoporttal vizsgálni, körülbelül több mint 20 éve. És itt 3 témát fogok említeni, ez az első, az ÖRB1 és ÖRB2 klasszifikáció kvantitatív jellemzése. Ezért, hogy ezt el tudjam tárgyalni, ezért kicsit részletesebben kell ismertetnem az ÖRB receptor tirozin kináz családnak a tagjait. Ennek a családnak 4 tagja van, ÖRB1, 2, 3, 4. Az első, amit legelőször megtaláltak, ez az úgynevezett epidermális növekedési faktor, az EGF-nek a receptora, tehát EGFR-nek is szokták jelenteni, ez az ÖRB1. Az volt a klasszikus dobban, hogy az inaktív monomer szerepel a sejtfelszínen, és ezek az inaktív monomerek a megfelelő ligandumok bekötésének hatására
aktiválódnak, dimerizálódnak először, utána aktiválódnak. Az ÖRB 1-nek a ligandja az epidermális növekedési faktor, az EGF, az ÖRB 3-nak és ÖRB 4-nek pedig a heregulin. Ami érdekes az, hogy az ÖRB 2-nek nincs ligandja, ennek ellenére mégis ez a preferált asszociációs partner, valójában jelenősítékként működik. Az ÖRB 3-nak nincs kináz aktivitása, bár köti ezt a heregulin, de egyértelmű, hogy a jelátvétel csak akkor történik meg, hogyha mással asszociál, kölcsön veszi a kináz aktivitást egy másik komponenstől. És ami érdekes az, hogy ez a úgynevezett süket és néma pár, ez a leghatékonyabb, ez stimulálja leginkább a sejtek osztódását. Mindenféle homo és mégből éppen mennyi fejeződik ki, és ennek megfelelően, hogy a membrán alá nézünk, látszik, hogy különböző jelátviteli itt a mondat az, hogy az ÖRB2, ÖRB-fehérjék különböző kombinációja eltérő hatékonysággal aktiválja a MAPK-t, illetve a PI3 kináz jelátviteli útvonalakat. És itt van az a kitér, miért is kezdtem én ezzel foglalkozni? Trészbána elnök úr említette, ez valóban azzal függött össze, hogy az első amerikai 88-90-es utam alatt, ugye kijött a feleségem, és de még nem volt, és de rövid időben egy hónapon belül kutatóhelyet kapott, és ugyanabban a laborban én dolgoztam, ő elkezdett kutatásra foglalkozni. Ő megtanulta a FISH-t, a fluorescent észrevétel hibridizációt, illetve a komparatív genomik hibridizációt is. Itt csak egy példán, hogy aztán később én is csináltam ezt, és ráadásul pont összefügg az ÖRB2 fehérjével. Az a baj, hogy az ÖRB2 fehérje, egy emlőtumor van itt, hogy itt lehet látni egy sejtmagot. A piros folt, az a 11-es kromoszomának a centrumiráját jelzi, és ahelyett, hogy kettő lenne belőle egy normális sejtben, itt öt van, 1, 2, 3, 4, 5. Az ÖRB2 az a zöld, ahelyett, hogy abból is kettő, vagy maximum 4 éppen az osztódás előtt lenne, itt lehet látni, majdnem 5 van. Ez a baj az ÖRB2-vel, kiderül, hogy ebből olyan sok van amplifikált gén, hogy bár a fehérre normális, úgymond, csak annyi DNS van belőle, és annyit produkál, hogy nagyon sok kerülik a sejt felszínre. Akár egy millió is lehet a sejt felszínen, és ez okozza aztán a rossz indulatú elváltozásokat. A lényeg az, hogy tehát ezt csinálta, és utána 93-94-ben valóban visszahívtak, és azt mondták, én is jöhetek, ha akarok, adnak egy projektet, ez a projekt meg az lenne, hogy nézzem meg, hogy milyen összefüggés van egyedi sejtek szintjén az amplifikáció és az expresszió között. Úgyis membránfehérjékkel foglalkozok, mondták, vizsgáljam meg. Itt lehet látni a membránfehérje jelölése, ahogy említettem, akár egy millió is lehet a sejt felszínen, ez a részt van kinagyítva, itt lehet látni a membránfluorescenciát, és utána, miután ezeket megmértem, utána lefixálva meg lehetett nézni az amplifikációnak a mértékét. Érdekes, hogy pont fordítva van a jel, tehát a zöld le a 17-es kromoszoma, és a piros az pedig az ÖRB2 gén, kicsit halványabb, de abból is nagyon sok. Mindenféle megállapításuk tettük azt, hogy az egyedi sej szintén nagyfokú heterogenitást, génamplifikáció és fehérje szintén is. És azt is kimutattuk, hogy a heterogén fehérje expresszió nem fokozott DNS szintézisnek tudható be. Ezek a kék szint azt jelzi, hogy ki az a sejt, aki éppen DNS szintetizál. Lehet látni, hogy pont olyan zöld, mint ez a két sejt, nem ettől függ. Ugyanakkor pozitív korreláció volt a 17-es kromoszomba szám és a fehérje expresszió között. Úgyhogy nekem ezt kellett megvizsgálni, és ebből kijött egy jó, elég sokat idézett kancerizős cikk, de amikor ezt vizsgáltam, azt is megállapítottam, hogy ezek a fehérjék nem csak, hogy sokan vannak a sejtfelszínen, de nem is egyenesen oszlanak el, lehet ilyen foltokban található, és arra gondoltam, hogy ezt lehetne használni az immunsejteken használt módszereket, hogy megnézni, milyen is ezeknek az elosztása. És ezzel kezdtünk el foglalkozni, az első dolog, amit megvizsgáltunk, hogy néz ki az ÖRB2 homoszociáció? Itt FRET-et használtunk, itt a FRET hatásfokot, ugye ilyen úgynevezett hamis sínszkálán nézzük, minél pirosabb a szín, annál nagyobb a FRET hatások, ez egy sejtnek a membránja, és lehet látni, hogy heterogén itt az asszociáció, és vannak ilyen forró pontok, ahol elég nagy a homoszociáció. De azt nem tudtuk megmondani, hogy itt most milyen fehérjékről van szó, dimerekről, tetramerekről, vagy 10 darab molekulából, ugyanis a probléma az, hogy ennek a mikroszkópnak a feloldó képessége 300x300 nanométer. Tehát ez egy ilyen fordban nagyon sok fehérje férhet el, tehát ezt nem lehet megmondani, hogy mekkora mérete. Ezért
Ezzel a módszerrel ezt nem tudtuk megállapítani, egy másik technikával próbáltuk meghatározni, hogy mekkorák ezek az agregátumok, ezek a molekulák klaszterek, és ez volt az ENSAM, vagy pásztázó közeli mező mikroszkópia, ami közöképpen működik. Ez, mint itt látunk, ez egy optikai kábel, amit ki van így húzva, ennek a nyílásnak a mérete nem több, mint 50 vagy 100 nanométer, és ezzel a sejt felszínhez közel tudunk menni, körülbelül 5 nanométer távolságra, és akkor végigmegyünk a sejt felszínen, és csak azok a molekulák fognak világítani, amiket meggerjesztettünk ezzel a fényel, és ebből tudunk visszagyűjteni azt a fluorescens fényt. Így gyakorlatilag letapogatva megnézhetjük, hogy milyen ezeknek a fehérjéknek az eloszlása. Ebben az esetben már a feloldó képesség jobb lesz, mint az előbb említett 300 nanométer. Ez a nyílás szabja meg elvileg akár 3 nanométer is lehetne, csak a probléma az, hogy az már olyan kicsi, hogy nem tudunk megszámolni, nem jönne vissza elég foton, hogy lássuk. Csak kompromisszummal kell kötni, 50 nanométer szokott lenni ez a nyílás. És így lehet látni, hogy egy ENSAM képen a laterális feloldás 100 nanométer, míg a klasszikus konfokális képen továbbra is 300 nanométer. És meg tudtuk állapítani, hogy ilyen szigetben, ilyen foldban akár 100-500 ERP2 molekula is lehet. Tehát ilyen... De azt is meg tudtuk nézni, hogy ezek az agregátumok, ezek hogyan viselkednek. Mennyire vannak foszforilálva, mennyire vannak aktiválva. Ezeket a méréseket elvégeztük stimulálással és anélkül is, és azt tapasztaltuk, hogy a klaszter méret és a úgynevezett aktiváltsági fok, tehát a foszforiláltsági fok, az ilyen inverse korrelációt mutat, tehát minél nagyobb a klaszter, annál kevésbé aktív, és minél kisebbek ezek a csoportok, annál aktívabbak lesznek. Erre egy modellt tudunk alkotni, ami úgy nézett ki, hogy azt mondjuk, hogy az ERP2 nagyméretű klasztereket képez, ezekben az ERP2 inaktív. Amikor stimuláljuk, mondjuk heregulinnal, akkor az hozzáköltődik ERP3-ban, kihasítja az ERP2-t, és aktív, foszforilált heterodimerek keletkeznek, vagy ugyanígy, hogyha EGF-fel, megint csak aktív, foszforilált heterodimerek keletkeznek. Az EGF receptor, az ERP1, kicsit másképpen viselkedik, itt kisebb agregátumok vannak, és a stimulálás hatására nő meg az agregátumoknak a mérete. Ez az ERP2, ahogy mondottam, ez a jelenlősítő, és ez okozza a rákos transformációt. Az emlőtumorok 25%-ában amplifikálódik, és ez rossz prognózis jelent, mert általában metasztázist is képez. Igen, de van egy antitest, amit a Genentech fejlesztett ki, egy olyan humanizált antitest, amit úgy hívnak, hogy trastuzumab. Egérből állították elő, az egér része az antitestnek ez a sárga, 95%-a már humán eredetű, és ez hozzákötődik a tumor sejtekhez, és megállítja a sejtek osztódását. De sajnos nem minden sejtnek, vannak nagyon sok esetben rezisztencia alakul ki, ellenállás a kezelése során. Ezt a rezisztenciának az okait akartuk vizsgálni, és ezért egy olyan sejtvonalat is fejlesztettünk ki, vagy próbáltunk elállítani, ami trastuzumab rezisztens. Ezt egy FP5-ös projekten belül sikerült elállítani, ezt az FP5-ös projektet Tom Chomin-nal, Jorma Izolával, akivel San Franciscóban dolgoztam együtt, illetve Josif Ardennel, aki szintén Göttingenben találkoztam, dolgoztuk ki. Csak arra akarok mutatni, hogy általában a személyes kapcsolat sokat jelent a granteknek a megszervezésében, hogy ez adja meg az embernek valahogy a hitelességét. Ezt a sejtet, ezt a trastuzumab rezisztens fonalat, ezt tudtuk vizsgálni, és megnéztük, hogy mi lehet annak a rezisztenciának oka. Sok fehérjét megnéztük, kiderült, hogy az integrin magas, illetve egy másik példát mutatok meg, a CD44 expressziója magas ezen a sejtfelszínen. Sokkal magasabb, mint a nem rezisztens sejtvonalon. Ez a CD44, az a hialuronsav receptor, a hialuronsav pedig az extracellulális mátrixnak a komponense. Nagyon nagy a kolokalizáció, és néztük, hogy ez hogyan befolyásolja a tumorok kezelését. Elkezdtük vizsgálni ennek a rezisztens sejtnek a viselkedését, úgynevezett immundeficiens egerekbe beoltva, néztük, hogy hogyan nő a tumor. Tumor méret növekedik, itt pedig az inokuláció. Ha a kezelést 3-4 hét után kezdtük, akkor nem volt hatása az antites kezelésnek a növekedése. De ha rögtön elkezdtük kezelni, itt rögtön szinte a nulla napon, akkor kiderült, hogy a trastuzumab kezelés lassította a tumor növekedést. Mi ennek az oka? Ez a kísérlet is mutatja. Az, hogy itt a puffert használunk, itt pedig egy úgynevezett csonkított
igégét, levágtuk az FC részét, ezt a részt levágtuk, és ez már nem hatott a növekedésre. Egyszerűen nem csökkentette a tumor növekedését. Egyértelmű volt, hogy arra van szükség, hogy ez az antitest kikössön ide, és utána az FC részébe kihorgonyozza az ölő sejtet, aki kiválasztja a megfelelő anyagait, és megöli a tumoros sejtet. Megnéztük, hogy végülis ez a CD44 mi lehet ebben a jelentősége. Ha ezt a CD44 a hialuronsavat gátolja, akkor találtunk egy vegyületet, úgy hívják, hogy 4-betil umberoferon, ami a hialuronsav szintézését gátolja. Úgyhogy ezt a kísérletet megismételve néztük a tumornak a növekedését az idő függvényében, és azt tapasztaltuk, amit korábban, az, hogy igen, egy picit a trastuzumab lassította a növekedést, de egy idő után mégiscsak rezisztensé vált a sejtvonal, a fissó nem hatott rá, de önmagában a 4-betil umberoferon az se csökkentette a tumornak a növekedését. De a kettőt együtt használtuk, akkor sokkal jobb volt, szinergisztikus hatást vettünk észre. Mi lenne ennek az oka? Erre egy azt a modellt dolgoztuk ki, hogy a sejt felszínén van az ERB, kettő fehérje, és akkor ebből az következik, hogy ehhez kötődik az antitest, és jöhetnek az ölősejtek. Igen ám, de a sejt be van borítva mucinnal, illetve a hialuronsav, valami a hialuronsav receptorhoz, a CD44-hez kötődik, és egy olyan mechanikát keletkezik, hogy már az antitest sem igazán tud ide kötődni, az ölősejt meg egyáltalán nem fér ide. Úgyhogy ezért a kezelés nem lesz hatékony, ez lehet a rezisztenciának az egyik oka. Hogy ennek van-e biológiai jelentősége, úgy néztük meg, hogy emberi mintákon van valami, ami ehhez hasonló jelentősége. Ezért megnéztük a betegekből származó metszeteken, hogy néz ki a hialuronsav festődés, illetve az ERB, vagy a trastuzumab kötődés. És azt tapasztaltuk, hogy minél magasabb hialuronsav szint, itt van, annál kevésbé kötődik a trastuzumab. Tehát egy negatív korreláció van, tehát a hialuronsav képződés gátolja a trastuzumab kötődését. Itt metszeteken is lehet látni, csak erre kell fókuszálni, tehát amikor alacsony a hialuronsav szint, akkor a trastuzumab kötődik. Amikor magas, akkor alig kötődik a trastuzumab. És ez lehet a rezisztenciának az oka. Az is meg tudtuk nézni, hogy a kezelés során hogyan változik a vérben cirkuláló tumorsejtnek a száma. És azt tapasztaltuk, hogy a trastuzumab csökkenti a vérben cirkuláló sejteknek a számát. Ez azért van jelentőség, mert ezekből alakult ki aztán az áttét. Ami érdekes végül az, hogy amikor a trastuzumab rezisztencia kialakult, még akkor is csökkentette ezeknek a sejteknek a számát, és ezért azt az üzenetet fogalmaztuk meg a klinikum felé, ezt a három üzenetet, hogy az antitest alapú kezelést minél hamarabb el kell kezdeni, érdemes ellenőrizni a klinikai mintákon a hialuronsav szinteket, a kezelést az áttét képződés megelőzésére akkor is fenn kell tartani, ha már kialakult a trastuzumab rezisztencia. A másik téma, amiről akarok beszélni, az az ERB-kinázok és az inzulinnek kölcsönhatása. Ezt a projektet Bert Feierstein-nel, a szafraszikai barátommal kezdtük el. Glioblastoma multiforme agytumorokat vizsgáltunk, ezek egész agresszív, agytumoroknak egész agresszív változata. Itt az EGF receptor az ERB egy magas expressziót mutat, a tumor ellenálló a sugárterápiával szemben, és kimutattuk, hogy a 7-es kromoszómát, amely az EGF receptor tartalmaz, abból többet viszünk be, akkor még inkább megnő a sugárrezisztencia. Megnéztük, hogy hogyan alakul ki az EGF receptor homoasszociáció és az integrin heteroasszociáció. Ehhez használtuk ezt a mikroszkópos kétoldali fretet, ahol először is egy úgynevezett akceptor elhanyítása megnéztük, hogy milyen az EGF receptor és az integrin heteroasszociáció. Majd, amikor az akceptor már eltűnt, amikor elhanyítottuk, akkor megnéztük, hogy a donor elhanyítás segítségével milyen az EGF receptor homoasszociáció. És ezt mindenféle sejtvonalakon glioblasztoma sejtvonalakon meg tudtuk nézni, és itt lehet látni az energiatranszfer elosztást a membránban, megint a szín minél melegebb, annál nagyobb az energiatranszfer hatások, itt a homoszociációt lehet látni, itt pedig a heteroszociációt. Viszont, mint az adatok rendelkezésre által, meg tudtuk nézni, milyen összefüggés van a összefüggést van. Tehát az EGF receptor integrin
Jó, csökkentette a égen feszelhető homoaszociációt. Klinikai mintákon is akartuk ezeket végezni, úgyhogy megnéztük a 2-es fokozatú, illetve 4-es fokozatú rosszindulatú aszociatomákban, milyen az EGF receptor expresszió, az integrin expresszió, illetve az EGF receptor integrin heteroszociáció. Az alacsony fokozatúan azt lehet látni, hogy magas az expresszió szint, viszont az energiatranszfer, a heteroszociáció kisebb mértékű, mert ugye a kékes szín adódik, tehát alacsonyabb energiatranszfer hatásokat mér. A nagy fokozatú, vagy a 4-es fokozatú aszociatóma esetén szintén magas, talán kicsit magasabb is az expresszió szint, de ami érdekes az az, hogy a heteroszociáció nagy lett, nagy energiatranszfert mértünk. Úgyhogy megnéztük, hogy ennek milyen prognosztikai értéke lehet. Itt a három paramétert korreláltan ábrázoltuk, itt az integrin expresszió, az ERB egy expresszió, illetve itt pedig az energiatranszfer, ami heteroszociációt méri. És azt lehet látni, hogy ez alapján nagyon jó el lehet választani azokat a tumorokat, amelyek rossz indulatúbbak. Szóval a megnövekedett EGF integrin interakció rossz prognózis jelent, és jobban korrelál a grádussal, mint a két fehérjének az expresszió szintje. Ennek megfelelően az üzenet a klinikum felé az volt, hogy nem elég az EGF receptor vagy integrin expresszió szintjét mérni, meg kellene nézni az EGF receptor integrin asszociációját, mert ennek prognosztikai értéke van. Az utolsó téma, amiről szeretnék beszélni, ez az ERB2 célzó, úgynevezett kimérő antigén receptoroknak az alkalmazása. Ezek a legújabb kísérletek, ebből még nem nagyon van közleményünk. Amikor az immunsejtek egymásra kölcsönhatárba lépnek, akkor immunszinapszis jön létre, itt egy T-sejt, itt úgynevezett antigén prezentáló sejt. Ahhoz, hogy ez az összehangolt működés nagyon jól dolgozzon, ahhoz elég sok molekulának kell egyszerre összeállni. De létre lehet hozni egy mesterséges receptort, amelyeket a molekula komponenseket egy molekulában tartja, ezt hívják kimérő antigén receptornak. És egy hasonló kimérő antigén receptort lehet összeállítani, amikor immunsejt és mondjuk egy céltábla tumorsejt esetét vizsgáljuk. Ezt a kimérő antigén receptort Zelig Eshár javasolta először, vele egy FP6-os projektben szerepeltünk. Ő mondta azt, hogy kell egy úgynevezett antitest eredetű felismerő rész, aztán olyan transzmembrán rész, ami eleve jelerősíti, a CD28, és a végső rész, az a zéta lánc, ami így egy láncba téve nagyon hatékonyan tudja a jelátvitelt vinni. Ennek az az előnye, hogy nem két lánc van, csak egy lánc van, illetve az úgynevezett MHC restrikció is megszűnik, tehát egy önmagában felhasználható. Egy ilyen CAR-receptort hoztunk létre, kapjának a segítség, piatos projektünk. És mi feladatunk volt ennek jellemzése, egy biofizikai módon, hogy hogyan alakulnak ezek az immunszinapszisok, másik in vivo és in vitro is. Itt lehet látni egy in vitro kísérletet, amikor az ölősejteket meg ugye transformáltuk ezekkel a CAR receptorokkal, és ebben az esetben a piros sejt az, amely az ölősejt, és ezek a nagy sejtek, ezek a tumorsejtek. És látni fogjuk a filmben, hogy hogyan tudja elpusztítani ez az ölősejt ezeket a tumorsejteket. És figyeljenek oda, hogy ez előbb-utóbb ez a sejt kiukad, összegubbad, de ez a sejt is, ami itt van, sőt, ezt már egy másik sejt, ez a sejt ölte meg. Látszik, ez most már hat, és ez is elkezd pusztulni. Most ennek a gyilkosa igazából, az még nem látszik, majd mindjárt bejön a képbe ő is. Itt van, ő volt az, aki ezt a másik sejtet is elpusztította. Amit itt látunk, ez mutatja, hogy ezek a nagy sejtek rövid időn belül el tudtak pusztulni. Igazából ez a film 20 perc eseményes ütötte össze. Tehát ez 20 perc alatt tört. Ez azt jelenti, hogy ez a sejt aztán mehet tovább, és mehet egy másik tumorsejt. Igazából nem kell belőlük sok, és ezek nagyon jól tudják gátolni a sejtek osztódását. A tumorsejteknek az osztódását. Itt ebben az immundeficiens egerekben ezeket a rezisztens sejtvonalat, a JIMT-et beoltottuk. Itt egy egerben négyet is csináltunk, ennek anyagi okai vannak. Ezek a skidegerek, ezek elég drágák, de ha négy helyre osztunk, akkor négy tumorunk van, és akkor több esetszámunk van, és akkor azt néztük meg, hogy hogyan hat a tumor növekedésre a trasztuzumokkezelés. Egy idő után, miután kinőtt a tumor, utána kezdtük a trasztuzumokkezelést, mint hogy a klinikában is történik, illetve ez a sejtes terápia, a
kimér a antigén receptoron módosul T-sejtnek a kezelése. Hogy ezt vártuk, valójában ez, tehát ez továbbra is nő, ez pedig szépen csökken a mérete. És valóban így van, hogyha megnézzük a tumor méretet, és az inokulációs időt, itt adjuk be, itt kezdjük el a kezelést, látszik, hogy a transzfuzon kezelés nem csak kezdett a tumor növekedést, de a CAR, tehát a kimér antigén receptor, az csökkentette, igazából szinte 100%-ban elpusztította a tumorsejteket. Ennek megfelelően az üzenet a klinikon felé az, hogy a CAR-ba, a kimér antigén receptorba épített trastuzumab, a T-sejtek aktív penetrációja akkor is célba jutatja, ha az antitest passzív diffúzióval nem jut el a daganat sejteknek a membránjáig. Tehát ez az aktív terápia az jobb, mint úgynevezett passzív, csak antitest alapú terápia. Ezután végem azt kell mondanom, hogy ezt természetesen nem egyedül csináltam, hanem a munkacsoport tagjai egy, az azt jelenti, hogy ezek az emberek voltak, akik velem dolgoztak és PhD fokozatot szereztek. Verebb György és Nagy Péter. Verebb György 8 éve, Nagy Péter 4 éve szerezte meg a nagy doktori fokozatot. Mind a ketten professzorok. Nagyon sokan közülük külföldön vannak. Sebestyén Zsolt, ő velem dolgozott, és most Hollandiában van, de láttam, itt van valahol, így van. Horváth Gábor, ő Németországban dolgozik. Pályi Kreg Zsuzsa, ő Finnországban volt több évig, de úgy tudom, most éppen Magyarországon van. Nagyné Szabó Ágnes, az még mindig a laborunkban van, ennek családi oka is van. Barok Márk, ő Finnországban van jelenleg. Petrás Miklós, ő Fábián Ákos pedig aneszteziológus, de attól függetlenül a tudomány továbbra is érdekli. Ő is itt van körünk, aztán Ákos láttam. Illetve Dilip Shrestha, egy nepáli kutató, ő velünk szerezte meg 2 évvel ezelőtt a PhD-ját, ő most Oxfordban van, Angliában. Ja, itt a képeket nem mondja, bocsánat, ez hamarabb kellett volna. Zsolt, ez pont az a képet tettem, amit most pöntjöpen kinéz, az internetről szereztem. Tehát ez most up-to-date kép, nem a régi képet tettem vissza. A csoportom többi tagja, azok már vagy eleve nagy doktorival rendelkeztek, vagy nem doktorival, PhD-val, például Fazekas Zsolt, illetve Simon László, vagy pedig Nagy Péter, vagy Verebb György segítségével már PhD fokozatot szereztek, vagy éppen fognak szerezni PhD fokozatot, itt lehet látni. És itt van a képek között Vágóné Tóldi Hajnalka, ő a mi asszisztensünk a laborban, ő az, aki rendet tart ebben a nagy laborban, illetve fegyelmezi a rendetlen PhD hallgatókat is. Úgyhogy ő nagyon hasznos tagja ennek a csoportnak. Természetesen nem csak a munkatársaim segítettek a munkában, hanem a családom is. Itt ez az a kép van itt, amikor először voltunk San Franciscóban, tehát azért kicsit fiatalabb vagyok, mint ahogy most. A feleségem nagyon szép idők voltak. Itt a debreceni békásról írtunk, de San Franciscóban voltam, és itt van a két fiam, akik időközben felnőttek, családot adott. Ez a szemüveges fiú lett itt, ő Attila, és a másik pedig Gergő, és amire nagyon köszönöm nekik, megajándékoztak 3 gyönyörű unokával, ami külön öröm nekem, és ők is ösztökélnek, vagy segítenek engem a munkában, és itt van még ezt a 3 unoka. Lehet látni, hogy bizonyos értelemben demokráciában egyformán szeretjük a fagylaltot, úgyhogy lehet látni, és köszönöm szépen a figyelmet. Az előadás megtartása után, a székforró beszéd után osztályelnöknek az a kötelessége, hogy átnyújtsa azt a dokumentumot, amely kimondja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlése, az akadémikusok gyűlése, Szőlős János professzor a biofizika, sejtbiofizika terén kifejtett kiemelkedő tudományos tevékenység elismerésével a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. És ezt követően megilletik mindazok a törvényben és egyéb módon szabályozott jogok, amelyeket a nevezőtagokat megilletik. Az osztály nevében is egyrészt örömmel fogadunk, látunk és gratulálunk. Köszönöm sok sikert! Mindenkit megnyugodt!